Bogányi Gergely első országos zongora versenyén 6 évesen éppen Nyíregyházán lett külön díjas. 10 esztendősen már a Zeneakadémia különleges tehetségek osztályába járt. Tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, a Finn Zeneakadémián, valamint az Amerikai Zeneművészeti Egyetemen végezte. A Kossuth és Liszt díjas művész, a róla elnevezett Bogányi zongora megálmodója, a zenei igazgatója a Virtuózok című komoly zenei tehetségkutató versenynek. A művész fontos feladatának tartja, hogy tehetséges magyar fiatalokat segítsen, ezért is működik szívesen együtt a Virtuózokkal. Bogányi Gergely szerint nagyszerű, hogy a Virtuózok című műsor hatására sokkal többen érdeklődnek a klasszikus zene iránt. Az a szellemiség, ami tulajdonképpen egy egész országot jó értelemben befolyásolt, az nagyon jó és nagyon fontos, hogy most már Budapesten és vidéken, akárhol az országban, ahol ugye járok sokat, azt hallom, hogy a közbeszéd kezd értelmes módon is alakulni, virtuózoknak köszönhetően, tehát az emberek családok is, úgy, ahogy említette, idősebbek, akár nagyszülők vagy szülők, és a gyerekek is drukkolnak a tehetséges, éppen kedvencüknek, és hogy ez egy kicsit így beépült a köztudatba, ennek nagyon örülök. A koncertet hosszú szervező munka előzte meg, mivel Bogányi Gergelynek a világ számos pontján vannak fellépései. A művész az esti hangversenyt megelőzően a Kodály Zoltán általános iskola diákjainak adott koncertet. Egészen apró gyerekek a szőnyegen ülve figyelték a boszorkányos előadást, ezt a hihetetlen technikát és zenei fölkészültséget, amit tulajdonképpen átlagember nem tud fölfogni. Nem értjük pontosan, milyenek ezek az emberek, ahogy a gyerekeknek szoktam mondani, pontosan úgy néznek ki, mint mi. Van két szemük, két fülük, kezük, lábuk, olyan emberformájúak. Most ha ők emberek, akkor mi nem tudom, hogy mik vagyunk hozzá képes, de az biztos, hogy nem egy kategória kettő. És elmondom, hogy fogalma sem volt, hogy mit fog ma itt a koncerten játszani, ez itt született meg, és minden kérésünket teljesítette. Bogányi Gergely a következő néhány hétben 19 koncertet ad Magyarországon és a határon kívül Finnországban és Amerikában, ahol Schumann, Liszt és Mozart zongora versenyeivel lép fel, és lemezfelvételt is készít majd.